Sziasztok! Amióta 3D nyomtatással foglalkozom, gyakran felteszik nekem a kérdést, hogy mire is jó a 3D nyomtatás, mit lehet kinyomtatni, illetve hogyan is néz ki a folyamat a valóságban. A nyomtatáshoz először is kell egy háromdimenziós tárgy, amit modellnek is nevezünk. A háromdimenzió azt jelenti, hogy a tárgynak a térben három kiterjedése van – szélesség, mélység és magasság. Ezt a modellt egy számítógépes tervezőprogrammal, rajzolóprogrammal vagy egy 3D-s állítjuk elő. Többféle 3D nyomtatási technológia létezik, de közös bennük, hogy a nyomtatandó modellt egy számítógépes programmal néhány tizedmilliméteres szeletekre vágjuk. Ezt a programot szeletelőnek, angolul slicernek hívják. A nyomtató Nyomtatás közben mindig egy réteg gyártásával foglalkozik. A következő réteg pedig ennek a tetejére kerül, és ez ismétlődik egészen addig, amíg a tárgy el nem készül. A nyomtatási technológiák közül egyet említek meg. Ez az FFF, Fused Filament Fabrication. Ennél a nyomtató fej egy műanyag szálat olvaszt meg, azt átpréseli egy kis lyukon, és a kapott nagyon vékony műanyagot tapasztja oda a megfelelő helyre. Amikor készen van egy réteg, a nyomtató fejét megemeli, és a következő réteget nyomtatja. A leggyakrabban használt műanyag a PLA, ezt általában gabonafélékből állítják elő, vagyis környezetbarát, de csak speciális körülmények között komposztálható. A hobbi szintű FFF nyomtatókkal általában egy 20x20x20 cm-es térben lehet nyomtatni. Egy 20x20x20 es tárgy kinyomtatása viszont akár három napig is tarthat, attól függően, hogy milyen beállításokkal nyomtatunk. Ebből következik, hogy általában ennél jóval kisebb tárgyakat nyomtatunk. Műanyagvödröt vagy széket nem szoktunk nyomtatni, mert egyszerűen nem éri meg, vagy nem fér bele a nyomtatási térbe. Boltban megvásárolható, sorozatban gyártott dolgokat nem érdemes kinyomtatni. Felmerülhet benned a kérdés, hogy akkor mégis kivegyen 3D nyomtatót, és miért. Én kisebb műszerekhez, kapcsolásokhoz szoktam dobozokat nyomtatni, kezelőszerveket, takaróelemeket, kameraállványhoz kiegészítőket, sőt, komplett állvány kötőelemeit is nyomtattam már. Valaki ékszereket nyomtat, vagy maketteket, repülőgép modelleket. Íme néhány tárgy, ami 3D nyomtatással készült, részben vagy egészben. Elsőnek itt van ez a tápegység, aminek a, a kezelőszervei, ezek a potméter gombok készültek 3D nyomtatással. Ezzel lehet az áramkorlátot állítani. Itt a sarokban ezek a rögzítő elemek, Ez is egy potméter gomb, ventilátor, rács, különböző méretben. Ez egy tubus kinyomó, ez egy kalapsínre pattintható rögzítő, amire aztán panát vagy bármit lehet csavarozni. Ez egy doboz, és a teteje egy másik doboz, tető nélkül. Ez az extrúdernek a fogaskereke, ez egy 3D nyomtató alkatrész. Ez is egy 3D nyomtatóba került, ez egy csapágyház, ez pedig egy mérőműszernek a doboza. És végül, de nem utolsó sorban, ez pedig egy stencil, amit festékszóróval lehet használni. Ez a film egy mobiltelefonnal készült, amihez én nyomtattam a tartót, amit az állványra lehet rögzíteni. A tartó három fő részből áll. Csavar, befogó pofák, gyors Mindjárt meg is mutatom. Ez a csavar, ez a két sárga a befogó pofa, alul pedig van a gyorsögzítő. A gyorsögzítő illeszkedik a, az állványra. Így néz ki oldalról, így lehet kinyitni, ilyenkor ki lehet venni a mobiltelefont, ha megszorítom, akkor pedig erősen tartja. A csavart és a befogó pofát a Thingiverse nevű honlapról töltöttem le, nem én terveztem őket, csak kinyomtattam. A gyorsögzítőt FreeCAD-ben rajzoltam, ez egy szabadon letölthető tervezőprogram. Példaként lássuk, hogyan néz ki ez a gyorsögzítő friketben, és mit is kell tenni, hogy kézzelfogható tárgy legyen belőle. Először megmutatom, hogy néz ki a tárgy friketben. Betöltöm a gyorsögzítőt, ez a FreeCAD saját formátumában van. Ilyenkor szerkeszthetem a fájt, megváltoztathatok benne bármit. Miután ezt exportáltam SCL formátumba, ezt már nem tehetem meg. Nyomtatni úgy érdemes, hogy ez a legnagyobb felület tapadjon az asztalhoz. Ha a másik oldal lenne az asztal felé, az is probléma lenne, hogy a levegőbe igazából nem tud nyomtatni a nyomtató, a kinyomtatott szál alatt mindig kell lennie vagy az asztalnak, vagy korábban kinyomtatott műanyagnak. Hogy ezt a ferde felületet miért és hogyan lehet kinyomtatni, azt majd a szeletelőben meg fogom mutatni. Ide fog egy M6-os csavar kerülni, és ebben az állásban lesz befogva az állványba ez a gyorsögzítő. exportálom STL formátumba. Majd átváltok a szeletelő programra, hozzáadom az STL fájt. Ez a háromdimenziós modell, amit már nem lehet utólag szerkeszteni, vagy legalábbis nagyon nehézkesen lehet, viszont az összes szeletelő program ebből dolgozik. A képernyőn úgy jelenik meg a tárgy, ahogyan majd nyomtatás közben létrejön. Elindítom a szeletelést, készen is van. Ez a legalsó réteg, ez fog az asztalhoz tapadni, és így épül fel nyomtatás közben a tárgy. Amikor ezt a ferderés nyomtatja, akkor a kipréselt szál kis része kerül a levegőbe, a többi fele az előző rétegen fekszik, és így lehet egy picit csalni és mégis a levegőbe nyomtatni, de megvan minden nyomtatónak és műanyagfajtának a korlátja, hogy milyen legnagyobb szögben lehet így ferdén nyomtatni. Exportálom a g ezt majd át fogom másolni egy SD kártyára, az SD kártya kerül a 3D nyomtatóba, és a nyomtató az SD kártyáról beolvasva a G-kódot kinyomtatja a tárgyat. Ez pedig maga a G-kód, amiben olyan parancsok vannak, amit a 3D nyomtató tud értelmezni. Például az ágy felfűtése, a fej felfűtése, a különböző koordinátákra való mozgás és a műanyag szál adagolásának parancsai vannak ebben a fájban. Sok-sok ezer soron keresztül. Összesen 20 ezer sornyi parancs van ebben a fájban. Itt a nyomtatást láthatjuk tízszeres gyorsítással. A nyomtatón látható kék és áttetsző sárga színű műanyag alkatrészek szintén 3D nyomtatással készültek. Itt már százszoros a gyorsítás, hogy jobban látszódjon, hogyan készül a tárgy rétegenként. Ennek az alkatrésznek a nyomtatása körülbelül 35 perc volt. Ez az eredeti gyors rögzítő. Ezt rajzoltam meg freakedben. Ez pedig a nyomtatásnak a végeredménye. Némi hiba látszódik a ferderészen, ott látszódik, hogy fölpöndörödik. Az anyag valószínűleg túl nagy volt a hőmérséklet, de ezt azután nem nyomtattam ki újra alacsonyabb hőmérséklettel, úgyhogy most így fogom összerakni. Ennyi volt a videó a 3D nyomtatásról kezdőknek. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha 3D nyomtatással kapcsolatban szeretnél még videót látni, írd meg a kommentben, hogy pontosan mi érdekel. Sziasztok!